Meg is érkeztünk a Halasi Szüreti Fesztiválra, ezt egyik évben sem hagyjuk ki, mert egy nagyon látványos, kedves eseményről van szó. Itt most még üres az egész tér, készülődik a színpad, de itt a kajások természetesen már itt vannak, ez a lángosos. Ezt nem próbáltuk ki, viszont innen vettük az ebédünket, mindjárt látni is fogjuk. Tessék, itt van az árlap, itt álljunk meg egy picit. Birkapörkölt, pacal, marha, zuza, savanyú máj, töltött káposzta, csülkös bableves, hát igen, igazi, könnyű, franciás fogások. Meg kell jegyezzem egyébként, hogy elképesztően nagy adagokat kaptunk. Tehát 3600 per adag, de ez akkora adag, hogy minimum két embernek elég. Szóval nem kell megbotránkozni azon, hogy ez 3600 forint egy adag pörkölt, egyébként krumplival együtt, mert óriási. Tehát két ember is simán jól lakik belőle. Mielőtt kilátogattunk volna a fesztiválra, előtte megebédeltünk, de hogy egy picit csökkentsük a súlyát ennek a nehéz ebédnek, ugye, amit az előbb láttatok, marha pörkölt, ezért anyu egy nagyon könnyű zöldséglevessel készült. Gyülekezik a felvonuló tömeg. Elfoglaltuk az állásainkat. Itt a végéhez közel. Itt lesz majd vége a menetnek. Az ilyen felvonulások igazából azért jók, mert annyira hangulatosak, olyan kedvesek. Itt felvonulnak a helyi iskolák, a különböző szervezetek, ilyen borlovagrendek, akkor tánccsoportok. Ez annyira kedves kis hagyomány. Itt le tudnak ülni az emberek oda, és itt várják a felvonulást. Na, úgy tűnik, hogy elért ide a menet. Nagyon csinik. Milyen szépek a lovak. Lovon vagy szekéren? Hú, van itt éneklés, tánc. De aranyosak. A kiszedők is vannak, nagyon ügyesek. Aki azt gondolja, hogy az ilyen dolgok, mint például ez a citera zenekar már régi módi és lejárt lemez, az óriási téved. Az életünk nem lenne olyan gazdag és színes a hagyományőrző szokások nélkül. Mivel Szüreti Fesztiválról beszélünk, természetesen a különböző városok és községek borlovagrendjei is képviseltették magukat. Hello! Hello! Jaj, de cuki! Megadják a módját? Igen. Jaj, nagyon csini. Igen, ők legalább táncoltak, méghozzá nem is akárhogy, nézzétek meg, hogy milyen ügyesek. Sajnos mi elég rossz helyet választottunk, ott egészen bent az utcában álltunk meg, mindezt azért, mert itt a napon rettentő meleg volt, szegényeket nem is irigylem, hogy itt kell táncolniuk, bár nem tartott sokáig. Szóval mi az árnyékban álltunk meg, és hát ennek a büntetése az volt, hogy ezeket a produkciókat nem mindegyiket láttuk, de szerencsére ezt azért elkaptuk. Itt pedig jöttek a zászlópörgetők, nekik sem lehetett túl könnyű dolguk itt a melegben, ráadásul ez a zászló elég nehéz is lehet. Biztosítja a
és az óvodások felvonulása után a legcukibb csapat, az Obi csapata, akik ezekben a helyes kis hódjelmezekben vonultak fel, rendkívül nagy tetszést aratva értelemszerűen. De édes ez a picurka! Nézzétek meg ezt a picurka kislányt, hogy milyen tehetséges, milyen aranyos és milyen bátor legfőképpen, hogy ennyi ember szemelátára felmer lépni itt a főtéren egyedül. Ez itt a lényeg, hogy egyedül. Mert csapatban más, a csapat meghozza a bátorságot, de ő itt egyedül. Nézzétek meg, hogy milyen tehetséges és milyen aranyos, hát elképesztő. Milyen csini ruhájuk van. A fesztiválon nagyon sok ismert ember is megfordult, például Kis Andy, ő a Hooligans dobosa, akinek pont a lányát látjuk itt énekelni. A zenekar budapesti, viszont a dobos fiú Kiskunhalasról származik. Andy ezúttal is elkísérte a lányát a fellépésre. Már egész kiskorában elkezdődött nála ez a zene iránti szeretet, vagy szerelem. 10 éves korában már azért teljesen kialakult, hogy rockzenész akar lenni, vagy popzenész. A nyitó napon fellépett a Dasudras együttes, Lotfi Begi, Nagy Adri, valamint Kollányi Zsuzsi. A borudvarban pedig Kamarás Iván énekelt és zenélt a Füred Dixieland Band kíséretével. Főtéren voltam, nagyon kellemes volt, úgyhogy gratulálok ehhez a fantasztikus rendezvényhez. Jazz standardeket hozunk, és olyanokat, amik azt gondolom, hogy ide passzolnak, ide illenek, és ezek ilyen örökérvényű dalok, amik nagyon-nagyon jó szórakozási lehetőséget nyújtanak az embernek, és egy kicsit megpesdítik az ember vérét. Ezúttal is a köszönetemet fejezem ki a Halas TV stábjának, akik ezeket az értékes felvételeket a rendelkezésemre bocsátották, hiszen én egymagam nem tudtam volna minden helyszínen ott lenni, ők viszont igen. Úgyhogy ahol én nem tudtam ott lenni, azokat tőlük kaptam. Nagyon szépen köszönöm. Egy ilyen fesztiválon mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő dolgokat. Itt például a gyerekek kipróbálhatták régi idők játék és simogathattak különböző aranyos kis állatokat. És még azt mondják, hogy a mai gyerekek csak a telefont nyomkodják egész nap. Nézzétek meg, hogy milyen önfeledten játszanak ezekkel a játékokkal. Hálásak lehetünk a szervezőknek, hogy ha csak rövid időre is, de bevezették a gyerekeket ebbe a csodálatos régi világba. Szombaton is reggeltől késő éjszakáig folytatódtak a programok. A szombati nap kiemelt fellépője volt a KFT zenekar, akik hosszú-hosszú évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendenek, itt is együtt énekelt velük a közönség. A fesztivál záró napját veterán járművekből álló konvoj nyitotta, majd utána Berecki Zoltán koncertjén szórakozhattak az érdeklődők. Sajnos erről a koncerttől mi lemaradtunk, mert el kellett indulnunk hazafelé, de azt meg kell jegyeznem, hogy Zolit én nagyon kedvelem, régebben a nagy duetben együtt dolgoztunk, és nagyon-nagyon jó embert ismerhettem meg a személyében. Hát talán majd legközelebb nem mulasztjuk el, de remélem, hogy akik ott voltak, jól szórakoztak.